Szeretettel köszöntöm a Hitköznapok nézőit, hallgatóit, illetve két nagyon kedves vendég van itt velem, egyikük a vonalban, másik itt a stúdióban, Szigeti Ágnes, szervusz Ági. Szervusz Kati, köszönet mindenkinek. Illetve Pajor István itt van velünk a vonalban, szervusz István. Itt vagyok, és szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat. Két nagyon elfoglalt vendéggel sikerült végül is egyeztetnünk egy időpontot arról, hogy az életnek arról a szakaszáról beszéljünk, amire azt szokták mondani, hogy ez egy nagyon jó alternatíva, különösen, hogyha meggondoljuk, hogy mi lenne ehhez képest a másik lehetőség, hiszen mindannyian, akik valahány évesek vagyunk, haladunk afelé, hogy egyre idősebbek legyünk, ezért talán nem árt azzal foglalkozni, hogy hogyan is tudnak jó példát mutatni nekünk azok, akik az életnek abba szakaszába érkeztek, ami újra kell kitalálni az embernek azt, hogy mire is képes, hogyan is tudja berendezni az életét. Az egyik szakember azt mondta, hogy ez majdnem olyan, mint a tinédzserkor, hogy újra kell definiálni az embernek saját magát. Ági, te mennyire vagy ezzel kibékülve? Tehát, hogy neked milyen váltást jelentett az, hogy most már azt mondják rád, hogy idős vagy? Mennyire sértő ez a számodra? Hát sértőnek egyáltalán nem sértő. Egy olyan édes sztori volt. Nem voltam ezen a kondipályán, ugye a magam értéke szerint a Dunaparton, és ilyen hasizom gyakorlatot csináltam, ahogy így le kellett feküdni, és úgy kicsit ferdéről fölemelkedni, és oda jött egy körülbelül 6 éves kisfiú. Én nem láttam még ilyet, hogy egy ilyen idős néni ilyeneket csináljon. Teljesen aranyos volt. Hát ez van. Az ember halad előre, csinálja a dolgait, és így van jól. István, gondolom ez zene füleidnek, hogy az Ági eleve a tornával kapcsolatba kerül, hiszen igen, te annyira aktív sportoló vagy. Hát tulajdonképpen nagyon aktuális a kérdés, nagyon időszerű, és az a helyzet, hogy én egy meglehetősen szélsőséges álláspontot képviselek, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy járható út, tehát én nem annyira a szabadidős, egészségmegőrző sportolást végzem, hanem edzéseket végzek. Egy héten 4-szer, 5-szer vagy 6-szor, attól függően, hogy tudok szabadidőt találni erre. És mihez képest kell szabadidőt találnod? Hát vannak különböző elfoglaltságok az újságírástól függetlenül is, de elsősorban valóban, hát annyi még, hogy egy évvel ezelőtt költöztem egy új helyre, és itt meglehetősen jelentős mennyiségű munka vár rám, tehát ezeket kellene összeilleszteni. Például tegnapra előírtam magamnak egy edzést, de nem tudtam, mert ház körül volt olyan feladat, ami azt kiiktatta, hogy azt csináljam, és kellőképpen sikerült elfáradnom, de a lényeg, hogy visszatérjünk az eredeti gondolathoz, én egy ilyen szélsőséges álláspontot képviselek, amiben az van, hogy attól, hogy az ember elmúlik 80 éves, vagy 70 éves, vagy 75 éves, ugyanúgy alkalmas arra, hogy mozgásokat csináljon, sportolást csináljon, rendszeresen teszi, akkor jó esélye van arra, hogy ha nem is feltétlenül tovább él, de legalább jobb állapotban tudja megtartani önmagát. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az ember nem arra van kitalálva, hogy autó, felvonó és különböző egyéb segédberendezésekkel tegye a testét az egyik pontból a másik pontba, hanem mindenképpen valamilyen mozgással élje az életét, és szó sincs arról, hogyha az ember korban előrébb halad, akkor kímélni kell magát egyáltalán. Tehát nyilván ehhez kell egyfajta előképzettség is, nem? Tehát gondolom, ebbe bele kell szokni hamarabb, de még annyit, ha valamelyikötök elárulja, hogy hányadik X-en vagytok túl, vagy közelében, mert nem szeretnék a nevetekben nyilatkozni. Hát én augusztusban leszek 84. Most én augusztusban leszek 79. Szálltam le. Éppen motorról szálltam le egy megbeszélésre,
és hazamegyek, és elvégzem azt az edzésemet, amit tegnapra írtam elő, de az nem jött össze. Tehát be kell pótolni. Ági, igen. Tehát akkor mind a ketten a 8. X körül mozogtok, ami azt jelenti, hogy itt zárójelbe kell tenni azt, hogy nyugdíjas, és akkor egyfajta tétlenség, vagy hátradőlés, mert egyik ötökön sem ezt látom, sőt, amit most leírtál István, az különösen alátámasztotta. De hát Ági, téged ismerve neked, talán nem is tudom, 25 éve legalább együtt dolgozunk, nem, a Hetteknél? De, igen. És most, hogy mondtad, hogy most már mindjárt 79 éves leszel, igen, gyakorlatilag már akkor is nyugdíjas lehettél volna, ha akartál volna, ehelyett egy új foglalkozásba fogtál. Mondjuk ez az, hogy nyugdíjas, hogy meg van határozva egy kor, azt mondják, hogy nyugdíjas. De ez egy ilyen rendelkezés, és utána folytathatod akár ugyanazt a munkádat, vagy amit magad szeretnél, rengeteg feladat van. Egyszerűen én azt mondom magamról, hogy én élem az életemet. Nem történt semmi olyan, hogy vége lett volna. Egy kicsit rossz érzés volt valahogy, hogy na most nyugdíjas. De arra gondoltam, most mi bajom volna, hogy nyugdíjas? Hát élek, hát annyi van. Igen. Barátaim, csinálom a dolgomat, van családom, és jó, hogy mindenki elég messze van, de vannak terveim. Egyszerűen nem értettem, úgyhogy teljesen elmosod, az, hogy nyugdíjas, ezt kell, felmutatom az igazolvány, nem kell jegyet vennem, de egyébként... Ennyi hasznod van belőle. Egyébként nem érzem. Tehát nem kellett váltanod, hogy most nem kellett, nekem. Nem kellett váltani. Engem nem viselt meg, hogy úgy mondjam. Egyáltalán. István, téged megviselt, hogy volt valami ilyen cezúra, hogy na most akkor eddig ilyen korú vagyok, onnantól idősebb, és most akkor ezt meg kell szoknom? Hát itt két különböző dologról van szó. Én elég régóta elértem ezt a nyugdíjas korhatárt, olyan 60 éves kor körül. Egy jó ideig vezetőként dolgoztam. Engem kétségtelen az megviselt, mint minden más embert, aki vezető pozícióból hirtelen soron kívülre került, de azután is aktívan tettem az életemet, síoktatással foglalkoztam azóta is többek között, és találtam mindig elfogadtságot, és abban szeretném megerősíteni, amit Ági mondott, hogy szerintem az egyik legfontosabb kérdés az, hogy is mondjam, kicsit kikanyarodva, tehát három nagyon fontos dolog mellett. Az egyik, hogy legyen egy jó kapcsolatod a mindenhatóval, sportos életet éljél, a táplálkozásod olyan legyen, hogy ne legyen túlsúlyod, és akkor itt térek vissza arra, amit az Ági mondott, hogy mindig legyenek céljaid. Tehát, hogyha úgy ébredsz föl, hogy a tegnap már eldöntött célod irányába teszel valamit, az mindenképpen segítség, motivál, és nem feltétlen avval foglalkozol, hogy mi volt tegnap, meg tegnap előtt, tehát nem ilyen nosztalgikus, bűnbánatos életet élsz, hanem küzdesz azért, hogy a következő célodat is ugyanúgy teljesítsed, mint 50 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt. Hát ilyen módon nyilván lélekben valóban nem öregszik az ember. Ági, neked mit gondolsz, hogy mi okozta azt, hogy ez nem viselt meg? Hogyan lehetne ezt utánozni a te jó példádat? Például rögtön az volt, hogy a lakásomat felújítottuk. Volt egy kedves barátnőm, hát talán senki nem nézi ki belőlünk, hogy falat bontottunk, meg ilyen dolgokat csináltunk, és annyira érdekelt, és olyan jó volt, és annyira szép lett, és annyira lefoglalt bennünket, és teljesen boldogan csináltuk, és nem hiányzott, de jártunk istentiszteletre, olvastuk a Bibliát mindig, és ez a mai napig is így van, hol egyik barátnővel, hogy a másikkal telefonon, mert nem tudunk egymáshoz olyankor elmenni, de felolvassuk. Van, hogy egy órán keresztül is, vagy még tovább olvassuk a Bibliát, picit megbeszélgetjük személyes dolgainkat is, és így nekifogunk a napnak valóban, ahogy István is mondja, csinálni kell. Nekem nem mindig sikerül olyan nagyon komoly terveket kovácsolni azért arra napra, de én szoktam az előző nap eredményeire is hálát adni, hogy mit tudtam megcsinálni, mit sikerült elérni nekem. És akkor de ezt honnan tudtad, hogy ilyen tudatosan kell? Én nem csináltam egyáltalán tudatosan. Nem.
Tényleg, ez jött. Ez valahogy, hogy igen, hogy most lefekszem, vagy valahogy, és akkor mi is volt, mi történt ezen a mai napon, mi lett, jaj, de jó. Ha csak annyi volt, hogy valakinek tudtam segíteni az utcán, vagy a legkisebb dologért is, mert tényleg megvan írva, hogy aki egy pohár hideg vizet ad, hideg vizet, már azt is nem felejtkezik el arról is, tehát akkor... Ha csak teát készít neki, akkor na, pláne. Ha teát készít, vagy nem tudom, bármi, és nagyon jó dolgok adódnak itt. Tehát erről lehet emlékezni, hogy nem volt üres az a nap, ami elmúlt. Lehet, hogy olyan rendkívüli dolgok egyáltalán nem történtek, de mégis annyi esemény volt, vagy lehet miért hálát adni. És ahogy elkezdtem így hálát adni, úgy mindig úgy könnyebb lett. Vagy egyszerűen kezdtem tudni örülni, vagy jobban, vagy igen, valahogy így olyan magától értetődő, mert én nem tudom. Meg a gyülekezetben is van feladata az embernek, azt is csinálom. Most egy kicsit előre lehet szaladni a kezdetektől mostanra. Van a gyerekszolgálat, van nekünk 5 helységű. És hogyha még ezt is mondhatom, nekem nagyon tetszik ott a Park & Café. Uh-huh. Az olyan hangulata van, kitették azt a agyon taposott szőnyeget, de olyan jó pofa volt. Igen, az mert ember... ezt pont a fiatalok hozták létre, és neked meg ez ragadtott meg. Nagyon téged. Tetszik, igen, ott mindenki szeret beszélgetni, apraja, nagyja, rákönyökölnek az asztalokra, és mindenki ott úgymond randevúzik. Egy igen. kicsit örül a másiknak. És arra gondoltam, és hogy gyerekek, igen, egyáltalán amikor osztályunk, másféltől 3 éves korig kell rájuk vigyázni. Hát ezek ez a picik, feladat. Ezek egyáltalán nem szeretnek a gyerekszobába bezárva lenni, bármilyen szép is, ott akarnak lenni, ahol apu, anyu van, meg a többiek. Oda viszik ki a játékokat, és akkor ilyen szőnyeget vettünk, kanapékat veszünk, mindenféléket csinálunk, és úgy megszeretik a vigyázók is. Van, aki lehasal a szőnyegre, úgy játszik a kisgyerekkel. Nagyon, nagyon járjuk az üzleteket, mit hol tudunk venni, olcsóbban kivárjuk, hogy 50% le legyen értékelve, ott ülünk a kanapén, nem tudjuk elvinni. De mindig akad olyan segítség, egyik barátom például autójukba be tudja préselni, le van tekerve a 4 lába, csak nézzük. Valahogy mindig adódik 2 ember, akit megkérhetünk, hogy segítene becipelni, vagy kicipelni. Nagyon, valahogy jön magát, hogy csak csinálni napjait. Kell, és akkor és más is örül neki. És akkor ez téged is feltölt. Nagyon szeretünk ilyen lakberendezni, dekorálni. Nem úgy tűnik, igen, mint hogyha lett volna megállás. István, de neked volt olyan pillanat, amikor így megálltál, vagy a tükörben néztél, vagy elgondolkodtál, és azt mondtad, hogy most már másmilyen vagyok, mint tegnap, és most ezt meg kell szokni? Hát hirtelen sok kérdést tettél föl, de először vissza szeretnék nyúlni egy picit ahhoz, hogy az Ági és én meglehetősen más személyiségek vagyunk, tehát az, amit az Ági elmondott, az fantasztikus, csodálatra méltó. Én számtalanszor megtapasztaltam az ő segítő szándékát. Én valahogy egy más személyiség vagyok, de próbálom keresni, kutatni, mi a közös, de talán, ahogy korábban is említettem, a célok azok, amik mindenképpen közösek, tehát, hogy egy pozitív cél lebegjen az ember szeme előtt, az mindenképpen átrendíti az embert azon, hogy belenéz a tükörbe, és szembesül azzal, hogy jaj, hát lehet, hogy tegnap ugyanígy néztem ki, de hogy egy évvel ezelőtt nem így, az biztos. Meglehetősen nehéz szembesülni a leépüléssel, és nekem most van éppen egy ilyen icipici mély gödröm, mert én grafikonokat vezettem a különböző futó teljesítmények kapcsán, és hát folyamatosan tapasztalom azt, hogy ugyanolyan erőfeszítéssel, de egy gyengébb teljesítményt tudok nyújtani, és ez mindenképpen valamelyest deprimáló. Tehát most én éppen érzelmileg egy kicsit ilyen gödörbe vagyok, mert ez a úgynevezett leépülés, ami elég nehezen kikerülhető véleményem szerint, vagy egyáltalán nem kikerülhető, ez nem egy lineáris, folyamatos dolog, hanem ilyen hullámzóan süllyed lefele. Tehát uh-huh. ezzel valahogy meg kell próbálni együtt élni, és ezekhez a mércékhez illeszteni az embernek az elvárásait, gondolatait,
De összességében biztos vagyok benne, hogy az, hogyha az emberek vannak céljai, és próbálja fenntartani a mozgáskészségét, az nagyon sokat segíthet abban, hogy ne legyen az ember deprimált, ne legyen buskomor, hanem valóban találja meg azt, hogy jó, ennyi idős vagyok, de hát van, aki már ezt itten alulról nézi, vagy éppen tolókocsiba van, tehát hogyha viszonyítja az ember a dolgokat, és nem az abszolút mindig a saját magához méri, akkor tud találni pozitív szálakat, ami megerősítheti az embert abban, hogy igenis ezt a gondolkodást, ezt az életmódot, ezt kell tovább vinni. Nem szabad feladni. Szoktam mondani barátaimnak is, hogy nem szabad behúzott kézifékkel élni. Tehát, hogy próbálom lefordítani magyarról magyarra, tehát, hogy ha lehet, akkor fölöslegesen ne hagyjon el az ember dolgokat, amit és ameddig lehet, tartsa meg akkor is, hogyha az egy kicsivel több nehézséget okoz. Tehát, hogy önmagának, igen, hogy önmaga előtt ne állítson fülét, hogy ezt én már nem tudom megcsinálni, és akkor nem is próbálja. Igen. Hát én bevallom őszintén, nagyon sok mindent csinálok a mai napig is, nem szívesen sorolom fel, mert az olyan fényező önfényezésnek tűnik, de ha visszatekintek, hogy mi az, amiről eddig lemondtam, akkor aránylag nagyon kevés. Ott olyan... ez rövid lista lesz. Az viszonylag rövid lista, igen. De például ebbe az évben álltam snowboardon, síztem, kerékpározok, Budakesziről a Jánoshegyhez, szóval ez viszonylag elég jelentős teljesítménynek mondható, főleg a 84. fele ballagva. Abszolút, mindenképpen, sőt, ez már szerintem 20-30 évvel ezelőtt is extrémnek minősülne, és hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk a fizikai erőn kívül hogyan lehet azokat a dolgokat, amik elmúltak, elrendezni, hiszen mondjuk mind a kettőtök mögött egy gazdag élet áll, de abban a gazdag életben biztos, hogy nagyon sok nehézség is benne volt. Az, hogy az ember ne engedje ezt felhalmozódni, te mit tanácsolnál, István, vagy te hogy tapasztalod ezt? Nem egy egyszerű kérdés, amit föltettél. Akarsz rajta gondolkodni? Kérdezem az Ágit inkább. Nem. Annyit tudok rá válaszként mondani, hogy én most már hosszú időt tépelődök, meg próbálom kigazdálkodni ezt a dolgot, hogy mögöttem valóban egy elég gazdag és színes életpálya húzódik meg, és hát neki kellene állnom és dokumentálni, elkészíteni egy írásos anyagot, ami alkalmas lehet arra, hogy esetleg más elolvassa, vagy egyáltalán tudjon használni belőle különböző dolgokat. Tehát ez az egyik szerintem megoldás lehet, hogyha az ember összegzi még időben azt, amit elvégzett. Hát ez az egyik szál, amit tehet az ember. Uh-huh. Ági, te mit mondanál, hogy belülről hogy tudod ezt a fajta optimizmust fönntartani, ahhoz nyilván ennyi idősen még komolyabban kell azt venni, hogy minden napnak elég a maga baja, és hogy ne haragudjunk akkor, amikor lemegy a nap, hiszen ha 79 évig úgy megy le a nap, hogy te haragszol, az már vagy keserű vagy, az mostanra nagyon kijött volna, és nyilván valamit tettél, hogy ne így legyen. Hát én nekem, hogy mondjam, kicsike dolgok sokszor. Hát én nem készültem ilyen nagy dolgokra, vagy hogy mondjam. De neked ezek ösztönösen jöttek, hogy folyamatosan benne éltél ebben a fajta optimizmusban? Hogy nincsenek ilyen nagy-nagy dolgok az én életemben, uh-huh. Hogy próbáltam én is, amit István mond, hogy ő összeírná meg. Én számtalanszor elkezdtem, hogy egy naplót írok.
Ennél többen, hogy napló, nem jutottam. De nem vagyunk egyformák, nem csak fiatalon, időskorban sem vagyunk egyformák. Igen, de nem leértékelésképpen mondom, mert nagyon is próbálkoztam vele, hogy ez érdekes lehet, meg fontos, hogy visszaolvas valaki, de ezt nem bírom leírni. Mert annyira el kéne gondolkozom, és visszanézek magamra, hát akkor be kell mondjam, nagyon elborzadok, hogy miket csináltam, hogy csináltam. Jaj, nem ismerek magamra, segítség. Milyen volt. És akkor inkább a jelennel foglalkozom. Igyekszem a kapcsolataimat őrizni. Igyekszem olyanokat, akikkel kapcsolatban voltam, időnként megkeresni. Ő hogy van. Gondoltam arra, nekem milyen jó, ha valaki én utánam érdeklődik. Hát, ha neki is jó esne, és általában jól esik. Én erre több energiát bírok folytatni. Ugyan felmerül bennem, hogy őszinte legyek. Hát, ő is megtehetné. De ha nem teszi meg, az nem ok arra, hogy én se tegyem meg. És ha úgy látom, hogy hát, ha neki jó esne egy jó szó, vagy egy érdeklődés, akkor ezzel is foglalkozom. És valahogy a napi dolgokban igyekszünk minden napra, de van, amikor úgy magától értetően adódik egy dolog. Annyira nem tudok tervet készíteni, de meg kell csinálni, egy csomó háztartási feladat van. Most mondjuk készülök arra, hogy befőznék meggyet, amit nagyon-nagyon szeretek, lehet, hogy Szedd Magad akcióba el kellene menni, akkor megszervezni, hogy ki segít nekem autóval hazajönni, mert nem tudom. Akkor meghívnék valakit, erre is gondoltam, évekkel ezelőtt beszéltük meg, hogy eljössz hozzám, és befőzünk, de még nem valósult meg. Akkor ezt most megpróbáljuk megcsinálni. Vagy jó idő van, hát most mit kell csinálni, nem otthon ülni. Elmentünk Szentendrére, ahogy említettem, úszunk egyet a Dunába, nézzük a gyerekeket, úgymond a következő generációt, hogyha már erről van szó, hogy milyen aranyosan homokoznak, összefognak, teljes egyetértésbe, óriási erőfeszítéssel dolgoznak, és ez nekünk is jó, mi egyszerűen felüdülünk, vagy nézzük a felhőket, utána hazamegyünk, mosogatás, nem tudom, ez az amaz van, de így írunk a lehetőségekkel. Valahogy, és akkor ez öröm, magamnak is megfogalmazom, hogy de jó, milyen hálás vagyok, Isten ezt is adta, azt is adta. Nem, ha elmondaná másnak, lehet, hogy csak nézne, hogy aj, te jó ég, miről beszélek, de nekem sokat jelentett, és akkor így vagyok egy-egy nap. Eszembe jutott István, hogy...